Sziasztok! Én Horváth Gabika vagyok, ez itt a Basement Treble csatorna, és a mai videóban valami olyat fogunk csinálni, amit én nagyon szeretek, dobozokat bontani. Megérkezett a Lakeland szállítvány, úgyhogy ki kell bontanom a dobozokat. Már nagyon vártam, hogy megérkezzenek a hangszerek. Itt az első. Ő egy 4 húros Daryl Jones lesz. Natúr színben, ez egy 4 húros jazz bass jellegű hangszer, egy kicsit modernebbre véve. Szép natúr feje van. És itt a szép natúr test. Nagyon szép juhar fogólap. És nagyon szép ez a kőr is. Nagyon szép az erezet. Testen átmenő húrozás, szokásos, egy juhar nyak, nagyon szép az erezete, hipshot kulcsok, blokkberakás a fogólapon, 2 passzív jazz bass single coil, 2 hangerő és egy tompoti, nagyon szép, nagyon szépen meg van csinálva, Lakeland Skyline. A következő hangszerünk az nem más, mint egy 44-51. Ez egy 51-es stílusú Precision Bass. Candy Apple Red színben. Ez is 4 húros. De szép színed van. Ezt már így látom. Ez is ilyen natúrfejes. De szép vagy. Hát ez is egy ilyen slab body test, nincsenek kontúrok, egyenes, mint egy telecaster. Rózsafa fogólap, nagyon szép. Lehet látni, milyen jó a színe és az erezete. Egy rétegű nagy koptató, egy hangerő és egy tompoti, split coil precision bass pickup. Jó, bele van eresztve. Jó magasan áll. Jó kis 42 millis nát, vagy 41-es feles nát. Ha megnézem pontosan, hogy ezért mekkora, de jó kis széles. Jó vastag a feje is. Nagyon jól néz ki. Hipshot kulcsok, ugye Lakeland húrláb. És tök jók ezek a sárgás berakások. Egy kicsit hajoznak az amerikaiakra, ahol juharból csinálják a kis pöttyöket. És itt sem kimondottan ilyen fehérek vagy gyöngyhászínűek, hanem ilyen sárgásak a pöttyök. Na, aztán a következő basszusgitárunk. Hát ilyet még nem láttam soha élőben, úgyhogy erre most nagyon kíváncsi vagyok. Ez a HB30, ez egy rövid menzúrás, 30 incses kis ilyen kis mini basszusgitár, félüreges testtel. Hát én amit már látok, hogy a koptatója ennek is nagyon jó színű. Na nézzük. Ez fekete színű lesz. Ó, milyen kis könnyű. Aszta. Na hát, ilyet még nem láttam. Hát ez brutál jól néz ki. Teljes méretű a húrláb. Tehát nem kisebb a húrtávolság, hanem a szokásos 19 millis. De ilyen kis aranyos pici, mondjuk egész jó. Egész jó markolós nyaka van, de ilyen kis picike az egész. Nagyon jó, majd a natot megmérem, hogy mekkora, mert azt nem tudom fejből. Hú, 2 single coil van egyébként benne, ez is egy ilyen jazzbass-es kiosztás, 2 hangerő és egy tompoti. Itt van benne az üreg, félüreges testű. Hátad itt egy elektronika takaró. Nagyon szép. Nagyon szép, nagyon jó az a kis koptató rajta, ilyen öregített fehér. És ezek a krom hangszedők is nagyon tetszenek, nagyon állatok. Tényleg nagyon menők. Binding a nyak körül, pötty berakások. Ezen rendes ilyen gyöngyházszerű.
És tök jól le van kerekítve a teste, és ilyen domborul fed lapja. Nagyon érdekes az egész hangszer. Hát ha valami, akkor ez egy ilyen egészen egyedi Lakeland. Nagyon jó, rövid menzúrás, tök jó. Hát az utolsó gitárunk, ez pedig egy 55-02, hát ez lesz a nagy durranás. Még ezt sem láttam élőben ezen a darabon kívül. Ez egy olyan hangszer lesz, aminek nem sima juhar, hanem ilyen roasted, ilyen megsütött juhar színű a fogólapja, meg a nyaka. Hát itt már a lyukon be lehet látni, rendesen ilyen kávészínű, vagy ilyen csokis. Brutál jó. Na nézzük. Azt a leborult szivar végét. Hát ez a szín. Hát ez nem olyan, mint az átlagos Lakelandek. Ez egészen más. Aszta. Hú, milyen topja van. Teljesen beszorás. És ez a nyak. Teljesen ki vagyok tőle. A roasted maple. Nagyon jó a fogása. Ilyen szatén lak van rajta. Azért lakkozva van, de ez csak ilyen szatén lak. Fú, de jól néz ki ez a szatén finish. Ugye ez nem ilyen magas fényű lakkozás, hanem ezen így látszanak az új lenyomatok, de egészen más feelingje van. Egészen más. Brutális. Nagyon állat. Gyönyörű. Hát ennek a gazdája nagyon boldog lesz. Ez már rendelésre érkezett, ugye egy darabot tudtam venni. Aztán még így a véghajrában azért láttam, hogy még lesznek majd ilyenek gyártás alatt, úgyhogy ha szeretnétek, akkor majd keressetek meg. Egyeztessünk ezzel kapcsolatba. De ez brutális. Ez brutálisan szép. Nagyon jó a kőr is a hátán. Gyönyörű. Gyönyörű. Lakelandet kell venni. Remélem tetszett ez a kis videó. Nekem nagyon tetszenek a hangszerek. Oda vagyok értük, mint mindig. Ha ti szeretnétek ilyen hangszereket, akkor nézzetek fel a www.lakeland.hu-ra. Ott látjátok, hogy éppen milyen hangszereim vannak eladók. Ha szeretnétek saját magatoknak egy olyat, amit ti választotok ki velem együtt, akkor keressetek meg. Nagyon szívesen segítek a választásban, és megnézzük, hogy mi az, ami elérhető. Nagyon reméljük, hogy nem túl sok időt kell várni, amíg a következő szállítmány összejön. Szóval, ha ilyen hangszereket szeretnétek, akkor bizalommal keressetek meg. Elérhetőségek ott vannak mindenhol. Remélem tetszett ez az egész. Nekem nagyon tetszett. Rock and roll, sziasztok!